Ez a kex szétomlik a szádban, egy sem marad a tálba. Készítsünk el együtt egy pofon egyszerűen összedobható csokis rós kekszet. Iszonyatosan finom ez a kex. A teljes receptet a sizisejből.hu-n találhatjátok, ti is el tudjátok készíteni. Mutatom én, hogyan készítettem el. További tartalmakért ne felejts el bekövetni, és ne felejts el lájkolni ezt a videót. Az éjcsokit felvágjuk apró kockákra, egy tálba összekeverjük a lisztet, a sütőport és a sót. A vajat keverjük habossal, cukorral, hozzáadjuk a vaníliaaromát, a tojást, a csoki darabokat és a száraz alapanyagokat. Finoman összegyűjjük a masszát, hűtőbe tesszük egy órára, pici golyókat formálunk, majd tepsire helyezzük őket. Tenyerünkkel lenyomkodjuk a kekszeket, sütőbe 180 csokon, 10 perc alatt készesítjük. A kekszek közepére még melegen mini oreót és francia drazsét teszünk. Jó étvágyat hozzá! Thank you.